Amikor valósá válik a virtuális, gamer ruhákkal és PC kütyükkel ugrunk be a 3D-be. Hogy miért is? Mert hiába az élethű grafika, a szuper hanghatások és a fergeteges sztori, ha valami hiányzik a valós játékélményhez. És ez a valami a mozgás. Erre jött rá a német Max Planck intézet egyik fejlesztő csapata, akik megcsinálták ezt. Cable Route szimulátornak hívják, a hölgy pedig, aki kipróbálja, nem más, mint a 8 fős fejlesztőgárda szoftvermérnöke, Maria Lachelle. A karbonszálas, ultrakönnyű kabint 8 hipergyors és erős motor mozgatja drótkötélen keresztül. Mindez akkor kap értelmet, amikor a fejünkre húzzuk a VR szemüveget és megragadjuk az irányítást. Naná, hogy lútbőrös, sőt hátborzongató a repülés, vagy a csillagok háborúja csata jelenete mozgás közben. Milyen az, amikor nyugodtan ücsörögsz otthon, és egy idegen civilizáció tör be a lakásodba? Szerencsére azonnal aktiválod a védőpajzsot, felkapod a plazma csúzlid, és már mehet is a csata a lakás megmentéséért. Az összes kellék egy holografikus szuperszemüvegben, a HoloLensben összpontosul. A Mixed Reality-nek köszönhetően a mozi belevetül a valóságba, a virtuális objektumokat kézmozdulatokkal lehet befolyásolni. Megfogható, forgatható, csűrhető, csavarható, mint az igazi. A szemüvegbe épített íriszvizsgáló érzékeli a játékos hangulatváltozásait, és a szemüvegbe épített hangszórókkal és magával a vizualitással csatol vissza. A gyártó elsősorban a nagyvállalatokat célozza ezzel az eszközzel, például objektumorientált programozáshoz, adatfeldolgozáshoz, vagy akár egy jármű szereléséhez. A HoloLens és vele a kombinált vagy mixed valóság egyébként egészen új lehetőségeket nyit a hétköznapi életben is. Lehet, hogy a jövőben csupasz falak lesznek otthon, és elég lesz egy szemüveg a szoba berendezéséhez. Vagy értelmetlenné válik gumi és műanyag játékokat venni, bőven elég lesz letölteni azokat. Mindezt még fokozni is lehet a tárgyak érzetével. Egyszerűen öltsük magunkra a spéci Tesla ruhát, amibe érzéskeltő stimulátorokat építenek, és a grafika rögtön tapintható lesz. Sőt, a beépített hangszórók csak fokozzák a valóság közeli élményt. És akkor meg is érkeztünk a Matrixba, amit ebben az esetben Voidnak hívnak. Egy épített világ, amit kombináltak a körülöttünk lévő valósággal. Itt már tényleg nem egy székből játszunk, hanem a grafikához komponált és ahhoz kapcsolódó épített, úgynevezett buta maketben mozognak a játékosok. Persze csak a headset, a gamer ruha és a működtető szoftver nélküli külső megfigyelő számára tűnik butának ez a díszlet. A valóságban minden idomnak és konstrukciónak jelentősége van, ami végképp a játék részévé teszi a felhasználót. Csak aztán tudjunk időben kiszállni ebből a fantasztikus valóságból.